Az Országos Mentőszolgálat honlapja szerint Magyarországon 232 mentőállomás van. A mentőegységek riasztása azonban nem ezek elhelyezkedése, hanem a mentőautók pillanatnyi helyzete alapján történik. Ennek következtében a szabad mentőegység, ha éppen a közelben tartózkodik, akár percek alatt elérheti a betegeket. Mentés szükségessége esetén eddig a 112-es segélyhívón keresztül lehetett segítséget kérni, azonban egy új fejlesztésnek köszönhetően ez mára megváltozott. Az életmentő elnevezésű mobiltelefonos applikációval, akár egy gomnyomással is értesíthetők a mentők. A szakemberek információi szerint a múlt héten 300 ezer letöltésszámnál tartott az ingyenesen használható alkalmazás. Az Országos Mentőszolgálat és partnercégeinek alkalmazása egyszerűbbé teheti a segélykérést. Az életmentő applikációnak az a lényege, hogy a letöltő előzetesen be tudja vinni az adatait, tajszámát, illetve korábbi betegségeit, korábbi műtéteit, korábbi komolyabb anamnézisét be tudja vinni az applikációba, el tudja menteni, illetve két legközelebbi hozzátartozónak az elérhetősége is rögzíthető ebben a rendszerben, és hogyha baj van, hogy a segítségre van szükség, akkor a segélyhívás indításakor ezek az adatok elérhetővé válnak a mentésirányítás számára, illetve a helyszínre vonuló mentőegység számára is. A rendszernek helymeghatározó funkciója is van, mely által a mentők akár a kommunikálni képtelen beteget is könnyen meg tudják találni. Az applikációnak számtalan előnye van, amelyek mind a fiatalok, mind az idősebbek számára hasznosak lehetnek. Tudjuk most már, hogy minden korosztály használ mobiltelefont. Gondolok itt az idősebbekre is, akik ezt a programot egyszerűen kezelve megtanulhatják, hogy hogyan is hívhatnak segítséget. Hogyha bajba jutnak, ha nem tudnak beszélni, akkor is segítségükre van ez az applikáció. Biztatom őket, hogy egy tesztelői móddal, amit be lehet kapcsolni a telefonon, próbálják meg használni, hogyha éles helyzetbe kerülnek, milyen lenne az applikációt segítségül hívni. Az életmentő applikáció programjában található egy első segélynyújtással kapcsolatos leírás, mely megmutatja, hogy milyen segítséget tudunk mi nyújtani egyes helyzetekben. Ezen kívül a felhasználók arról is kapnak tájékoztatást, hogy merre található a legközelebbi kórház, gyógyszertár vagy defibrillátor.